Sziasztok, azt vagyok. És úgy látszik, hogy ismét neki lendülünk ennek a Maydaynek. Gondolom ő a kommunikációs tiszt, de ez csak egy tipp. Egy. Mindent felveszünk. Nagy korába. Ó, ezt még nem is láttam. Tehetünk egy új lenyomatot. Egyébként valószínűleg nem fogjátok látni az achievementeket, ennek van oka, offline-be raktam magamat, már előző részben is, előző két részben is így volt. Azt hiszem a hatodik rész, ha jól emlékszek, de lehet, hogy nem. Megpróbálok így haladni a dolgokkal. Jó, skacok? Amit tudok, lázanőrzök, hogy hol találok, minden. Valami hárvonzató hang jön ajtó túloldáról. Elmondom, hogy a kommunikációs tiszt az. Egyébként az emberi részét kell lőni. És akkor... megadja egy kicsit magát. Ez a jó taktika ellene, hogy ablakból ablakba. Nem a legkönnyebb eltalálni ezt az enemy fajtát. Itt a legkönnyebb most szkennelni, mert alapjából lassú lajhár. Valami... valamire tud erőket mozgósítani, szóval próbálj meg tölteni akkor, mikor itt nincs. Jelzem, tök minden mit csinálunk. Buff Hunter. Nem szényem meg titeket.
Hú, most nagyon visszatartom egyébként a oxigént is. Ne. Oké. Le akartam szkennelni. Nem valami pontosak skercek. Úszé fegyház. Persze közelre meg kurva gyorsak, értek. Szóval fogom nincs ész, hogy lehetséges. Mindeste kész, megvan, megöltük. Mi mindjárt megyünk vissza, azt majd felszedjük, amit elajtott. Kis vidámság kell most így kis lelkecskémnek, mert azért kúsokat beleeresztettünk, szóval mindenből szinte a felét elfogyasztottuk tárból. Nem jó dolog. Úgy emlékszem, hogy itt is van egyébként egy úgy lenyomat, igen, van is. Na. Kommunikációs tiszta naplója. Első nap. A helyes döntés hoztam azzal, hogy feljöttem a sétafedélzetre. Van elég élelem, és italom, sokáig kihúzom. Még most is hallom ezeket a dolgokat, ahogyan a hajómat karmolászák, vagy épp vadásznak, de ide bent nem kapnak el. Fogalmam sincs, hogy esetleg valaki más is életben van-e, még, de ideben még biztosan át tudom vészelni. Második nap. A francba. Azok a átkozott izék átjutottak szellőzőkön. Kinyírtam őket, mielőtt ők tették volna velem. Keményen edzettem ideben, felkészültem erre. Le a kalappa előttem, még jó, hogy ébren voltam, amikor ez történt. Többet biztosan nem alszom mélyen. Harmadik nap. Tengeri meglepetés parti után nem aludtam egy szemhunyásnyit sem. A idegeim kikészültek, bárcsak ne lennék itt egyedül. Elég fáradt vagyok, nem érzem jól magam. Nem szabad lebetegednem, nem kellene mozognom. Erőt kell gyűjtenem, ki kell tartanom. Azt hiszem, ez a negyedik nap. Lázas lehetek. Remélem a szörnyek nem találtak rám még rám így. Nem találnak rám így. Elegem van a egészből, fertőzött lennék? Van, vagy csak a hidegre ez. Vagy egy nagy púp a fejemen. Fáj. Bárcsak lenne itt valaki, akivel beszélgetni tudnék. Magányos vagyok. Hanyadik nap van? Találtam valakit, akinek beszélgetni tudok. Boldog vagyok. Nagyon vicces. Sok viccet mesél. Sokat. Viccesek. Nevetek. Nevetek. Az arcom, arc túl közel van az arcomhoz. Ő is úgy gondolja, nincs mozgástér. Veszekedtünk, ő akarta összes kaját. Ette a húst, a jó fincsi húst. Láttam az arcát. Rágott, evett, nem maradt nekem hús. Finomnak tűnt, a feje finomnak tűnt. Segítség, nem tudok mozogni. Csapdába estem. Nem én vagyok. Ki vagyok? Segítsenek, kérem. Segítsenek. Vészhelyzet. Hús. Hús tenni. Hús. Szóval, a jobb oldal volt tényleg a kommunikációs tiszt, a bal oldal volt az, aki
vel megismerkedett és húst evett. És finomnak tűnt. Gondolom én. Fevve mentő, mentő kulcs. Jó. Itt mivel van legalább kettő darab ajtó. Is that the key to the leave this monster infested hellhole. Jaja, mindjárt elhagyjuk. Mentőbb. Letudva. A mentőbb kulcsot egyébként tudjuk legalább 4 vért helyen használni, szóval használjuk. Kellene is fog, mert egy-kettő hely, ahova könnyebben el lehet jutni, ha most ezt így megcsinálom. Momentő kulcs itt a dolgokat. Ő nem nyílik, biztos le van zárva. Pontosan, le van zárva. Na. 3 lifttel fogunk összesen közlekedni a játék alatt, szóval gyakorlatilag nem leszünk annyira elragadtatva, de ez nem akar a problém. Na. Híd fedélzet. A hídon már jártunk, a fedélzetet még nem csodáltuk meg. Szóval... De sütsak meg. És itt is van egyébként egy új lenyomat. Pont rámutattam. Nem pontosan tudtam, hogy hol van. Ezt elmondhatom. Szóval csak vicc volt, eltáltam. Zár van. Kártyolvasó kell hozzá. Nem baj ez. Ott van. Jó. Maradt ott is ott. Még lőszer, kéz a fegyverhez. Mint mondtam, rengeteg lőszert kaptunk. Most. Szóval annyian nem jártunk szarul. Magnum lőszer. Igen, lesz magnumunk a játék során. Szerintem ez egyértelműen kitalálható volt, aki jobban megnézte a monitort. Kártyolvasó kell ide. De legalább már tudjuk, hogy ez is itt van. A térkép most jelölte meg. Kártyolvasó kell ide. Jó, csúcs. Kell mindenhol kártyolvasó. A sétafedélzetre megyünk vissza, mert onnan a legkönnyebb kimenni a izére. A nagy terembe, az operaház akart megszégyenítő terembe. És vannak ezek a néhány szaggatások, ez nyugi, ez nálam is föltűnik. Amikor egy ajtón belépünk, be kell egyből tölteni a környezetnek. Ez egy ilyen rossz szokás a Resident Evil játékoknak. Legalábbis a Revelationnek biztos. Szóval a Revelation 1-et például ezért egy kicsit nem szeretem, de gyakorlatilag egyébként majdnem mindegyik ponton ott van szerem. Jajajaj. Menjünk. Na, nem elegendő. Ups. Ja. Fogyóban vagyok. Nem baj. Jó az. Nincs ezzel gond. Be kell raktároznom valahol egy kis HP-t, már ennek is örülnék. I hope the equipment in that room will work. Don't jinx us now. Bad predictions tend to come true. Hogy de fognak alulra válni? Miért mondasz ilyet? Enter kulcs felhasználva.
Raymond! Looks like we both were too late. What are you talking about? Ignorant creatures who do not yet know of us. Time both of you. Look. Thou wilt that I renew. The desperate grief wrings my heart already. Little masked friend. But if thy words be seed that may bear fruit of infamy to the traitor whom I know, speaking and weeping shalt thou see together. I know not who thou art, nor by what mode thou hast come down here. The world is in our hands. This is the Teopis virus, and we're equipped to infect 1/5 of the Earth's waters. Abandon hope, all ye who enter here. Abandon hope? He's quoting Dante. Send a team to Balcoin and Mach Airport. Look for something linked to this ship, O'Brien. Yes, I read you. I'll send Quint and Keith. What? You two, get ready to move. I hate snow. Snow hates you. Find out anything you can on Veltro. Meg lesz. És most már mondhatom, hogy ők lesznek a harmadik irányítható páros. Őket baromra imádom. I thought the Mediterranean was just like a big lake. Be patient. Finding a ship at sea is like finding a needle in a haystack. No kidding. But that still doesn't solve our problem. Hey, are you even listening? We'll find you, Jill. I promise. Nagyon keresik. Azért egy egész óceán most így föltérképezni eléggé láthatatlannak tűnik. Epizód 3, Vertú szellemei vége. És akkor a következő rész. Where feed you, Jill? Halálok. Jé, meg volt az első halálunk a játékban. Ez az. Igen. Na. Most ezt befejeztük, nézzük az összesítést. Á, nem is annyi a szar. Azt hiszem rosszabb lesz. Győzd le 150 ellenfelet. PC 356. A kampány módban. Ó, ez jó. Ezt megkaptuk. Teljesítettel 1-től 3-ig a fejezeteket. Razzia mód szakaszok 4-től 7-ig feloldva. Razziát egyébként lehetséges, hogy majd megmutatom, de az egy olyan mód, hogy ahol sok idő kell. Tényleg, arra rá lehet szánni egy életet. Nagyon sokáig tart. Alapjelvéve a razzia mód a leghosszabb az egész játékban. Nem kicsit. Na. De így hármassával majd ad nekünk egy achievementet. Nem fejezetenként, egyébként ez megint szimpatikus. Previously on Resident Evil Revelations. Raymond, that's you, isn't it? Still hurting, cadet? No, I can still fight. That's the spirit. I guess you thought of everything. But even the FBC may not be able to cover its tracks on this one. Let the heavens scorch the earth with justice. Raccoon City all over again. And Terra Grigis. No more. Looks like we both were too late. Both of you, look. Abandon hope, all ye who enter here. Abandon hope? He's quoting Dante. We'll find you, Jill. I promise. A Veltró fő muftia felfedte magát,
Gilly-ket keresik, és több tudást, több dolgot meg kell tudniuk, ugye bár az egész Open Advance-ról, amiben majd a új gyerekek majd bőven fognak segíteni. Epizód 4, Rémám újra töltve. Pontosan. We are Veltro. Vengeful messages. 21-28. Terrorists. We killed these bastards already. It looks like you missed a few. And they're on this ship. And now they want to use the virus to stage another attack. They seek the truth about Terra Grigia. And vengeance. Jill, look at this. The whole ship's out of power. The ship's running on emergency power. But the comm system needs the main power. We need to bring the engine room back online. That won't be easy. A feladat adott. Gépház visszaállítás. A kommunikációs rendszer így tönkrement. Ez nem egy jó dolog. A Veltro úgy látszik itt járt, vagy Raymond, ezt még nem tudjuk pontosan, majd ez is kiderül. Granát, és még valószínűleg dokumentum. És ez mit is van egy új lenyomat? Úgy rémlik. Vagy nincs? Kézbe egy lőszer nem igazán kell, de 20 darabot. Biztonsági eljárások. Ez a hajó kiemelten fontos tartja a baleset megelőzést és biztonsági előírások betartását, amelyet a tengerészeti biztonsági törvény ír elő. Minden személyzeti tag köteles ezt elolvasni, hogy vészhelyzet estén felkészülten tudjanak cselekedni. 1. A Zenobia királynő két egyedi generátorra van, amennyiben a főgenerátor meghibásodik, a második számú generátor előlép és kompenzálja a kiesést, azaz ellátja. Az egész hajót energiával a második. Ez a hajó olyan vízszintes és függőleges elválasztó falakból áll, amelyek automatikusan elvezetik a vizet túláradás esetén. Vészhelyzet esetén ezeket az elválasztó falakat hajófenéken található irányító berendezéssel lehet működtetni. Ez a rendszer akkor is működhet, ha csak minimális a hajótér sérülés. Ezeket jó tudni. És ez baromi sokáig tart ez a töltőképernyő, halványabb fogalmam nincs, hogy egy kis szobát, meg ezt a nagy teret miért nem tudták ebbe venni. De tényleg, ez egy töltőképernyő, emberek. Töltőképernyő, mert ha mozgunk, akkor lehet látni, hogy szaggat a játék. Pont ezért. Nem a FPS-en megy le, csak szaggat a játék. És ez a durva. Raymond. Take it. Like you said, turning on the power won't be easy. Felvő, horgony kulcs. That key will get you through the casino on the first floor. Then you'll find a lift to take you to the bilge. But tell me something first. You didn't see any other FBC members here, did you? I can't reach my partner Rachel. Damn it. I haven't heard from her since you went to the bilge. I told you, the casino entrance is on the first floor hall. Na most már félek. Should we look for this Rachel woman? We can, but after we bring back the ship's power. Menj a hajófenékhez. Horgony kulcs. Az a gond, hogy most nem emlékszek, nem ugrik be pontosan, hogy az milyen kulcsot használ. Pár szobának ugyebár megvan alapjából alaprajza, de nem jut az ember kettő szobára, hogy hol van a kulcsa, vagy hogy adott esetben mikor kapnánk kulcsot hozzájuk.
Kaszinó. Pontosan. Köszönöm a személyzet jelentése. Végre rájöttem, hogy tudok megkerülni a VIP szobabiztonsági rendszerét. Az a szobát mindig a gazdag vendégek használták, és mindig kíváncsi voltam, mi folyik bent. Egyszerű, csak annyit kell tenned, hogy a érmét dobsz az ajtó melletti kaszinó lánykába, és ajtó biztonsági rendszere megszűnik. A pontos súly értéket kell elérned. 107 gram. Nem nagy ár a VIP szobámban való belépésért. Hát ezek szerint nem igazán. 107 gram. Ez jusson majd eszünkbe még. Ó, nincs csak. Biztosításka. Kelleni fog, majd visszamegyünk és akkor majd felveszünk be a cuccokat, nem nyílik. Mert még itt bőven van dolog, amit majd lehet fel lehet szedni. Ezek a utcán ordbálnak. Imádom. Nincs áram. Itt van valami. Úgy tűnik ide helyezzem a zsetonokat. Ezt azért megmutatom. Jó kis magnum lőszerhely. Ez szerintem egyik legjobb dolog volt szárban. Használhatom a megszakítót, hogy helyreállítsam az áramellátást. A köszönöm, a külön áramellátás van. A problematikát nem is ezt fogja majd jelenteni. Nem azt, hogy nekünk van egy tárgy benne. They have things like casinos. Kell nekünk az... Megnyomom a gombot? Még nem. Még nem nyomom meg. Esek játszani kéne. Nincs alapból egy érmém se. Szükség van egy érmére, hogy antropikusan működjön. Aha. Szóval jó. El tudom mondani, hogy ezek semmi szintén az a kedves állatkák, amiket megismertünk az állatkertbe, gyerekek. Itt is van. Felhűve, érme. Úgy 30-as jó van. Bejezd be, érme. Jó, nyomjuk. Hát, ez nem. Még egy érmét. Jackpot. Felhűve egy halom érme. Na. Ezeket a halom érméket. De egyébként nem értem, hogy miért kell kaszinóznunk, szóval mennyi esélye van, hogy pont azt egy érmét tudjuk ismét használni. 107 darab kell, ha jól nem rémlik.
Hú, várja. 17. 9. Ez meg 7. Ó, ez jó lesz. Nem. Oké. Okay. Akkor ez a kód, gyerekek. Damon, nem érzem azt, hogy ellenünk lenne. Pont ezért, mert adott esetben is nem tudom, hogy miért segít el nekünk. És adott egy kulcsot is, vagy csapdába akart ezzel csalni, ami egyébként bőven is kerülhet neki, vagy nem tudom. De majd ez kiderül, amikor odaérünk ahhoz a helyhez. Ezt hogy gyorsan olvassuk. Egy odafirkantott jegyzet. Drága barátom, már nem bírom tovább, sajnálom, tovább kell mennem, habár alszanak, de előbb vagy utóbb fel fognak ébredni. Itt az idő elég, ha csak rágondolok és feláll a szar a hátamon. Az undorító testük nem elvilági, úgy bűzle, mint a rothadt testek, és a súlyuk, mintha csak egy pokolban lennék. És a sikolyuk, mintha csak a pokolban lennék. Annyira félek, hogy nem tudom abba hagyni a remegést, még most is, amikor azt írom. Légy óvatos, felfúvódott a buborékok, a falakon, a tojásaik. Ezekből új életre kelnek. Új életre kelnek? Várj, én azokat a tojásokat elkoztam. Kérlek, ne hidd, hogy magadra hagylak. Mindezt a családomért teszem. Imádkozni fogok érted. Jó. Mindenesetre én azt mondom, hogy a következő részben majd jobban kibontjuk ezeket. Kritikus 1. Étel kritikus. Viccen kívül egyébként kivesszük itt ezeket a cuccokat. Mert ez 100, valami, 150 a magas sebzése. Ez most 130, de ebbe több fér. Sebzés, tűzgyorság és kritikus. Növel a kritikus sebzést 30%-kal. Ez baromi jó tud lenni. És 156. Nekem ez bőven elég. Ez az alap erőssége. Gyorsan sebzés. Minden jó. Na, és akkor a következő részben lemegyünk a mélybe. Addig is köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!